A márciusi jeges árvíz által partra vetett szemetet és hordalékot takarítják a Tisza partjáról. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közfoglalkoztatottai Fényeslitke térségében. A vízügyi igazgatóság erre a feladatra a program keretében egy mintaprojektet hozott létre, amiben 15 közfoglalkoztatott vehet részt. A jeges árvíz sok-sok hulladékot hozott, erdőket, tarort és kommunális szemetet is hozott. Fényeslitke térségében ez koncentráltan jelenik, a folyó kanyargósága folytán itt nagyon sok szemét rakódott ki, és erre egy mintaprojektet szervezhettünk. Viszonylag kis létszámmal, de itt koncentrált tevékenység folyik, összegyűjtik a szemetet, amit beszállítanak, ártalmatlanítanak. Ez egy 4 hónapos projekt, akik ebben részt vesznek, utána bekapcsolódhatnak az országos programunkba. Az igazgatóságnál március 1-én kezdődött el az idei közfoglalkoztatási program, amely úgy, mint a korábbi időszakban, 1 évig tart. Tulajdonképpen a tevékenységünk is a szokásos, hiszen itt visszatérő munkák vannak. A árvízi, belvízi műveknek a karbantartása, kaszálás, cserjeírtás, műtárgyak karbantartása. Ebben az évben valamelyest csökkent a létszám a korábbiakhoz képest, megmutatkozik, hogy kevesebb az álláskereső. Most 1720 fő átlag létszámra kaptunk lehetőséget, mai napon 1771-en dolgoznak. Képzés is része a programnak, ebben az évben a közfoglalkoztatottak 10%-a tanulhat. Elsősorban a vízügyhöz kapcsolódó munkakörökben képzik a dolgozókat, de sok olyan képzés van, amelyek más ágazatban is hasznosíthatóak.